amikor én felébredek, még sötét van, vagy hajnal, csuda, szépek a színek, kezd megvilágosodni, világosodni. Minden, azt nagyon-nagyon szeretem, és hálás vagyok a Jóistennek akkor, hogy ez belém van ivódva, azzal kezdem, hogy hálás vagyok a Jóistennek, hogy megértem ezt a napot, és ezt átélem, nem vagy beszélek, vagy szavakba öntöm a gondolataimat, hanem ezt az egészet átélem. A fények, élet, hallom a madarakat, reggel csuda szépen csiripelnek a madarak, télen, nyáron, télen kevésbé, de télen van egy kicsi eledel az ablakomba, és oda jönnek a madarak. Én megszülettem egy olyan világba, ahol minden szót, a csángó nyelvnek minden szavát értettem úgy, hogy nem csak nevek voltak a szavak, hanem a szóba benne volt az értelme, az a mindene, azt, amit kell érteni egy szó alatt, benne volt a szóba. Aztán később, miután román nyelvet is megtanultam, iskolában román nyelven kellett tanulni, beszélni, elkezdődött az bennem, hogy már nem értettem minden szót, de használtam, mert kellett használni. Az a második nyelvünk volt, nem az anyanyelvünk, azt tanultuk. Gondolom elég hibáson is beszéltünk, és nagy részét a szavaknak nem értettük. De aztán megszoktuk, hogy nem kell mindent érteni, mert a templomba még egy másik nyelven latinul énekeltünk, latinul imádkoztunk, ott se értettünk mindent, de ott más volt, mert ott tudtuk, hogy miről szól az egész, Isten dicsőségéről, a dicséretéről, Mária dicséretéről, könyörgéseinkről, Isten felé, Mária felé és a szentek felé. Nekem a képzeletem az igazi nyelvem. A képzelet olyan gazdag, de az enyém még olyan kutatgató. Van egy fél órám, és valahova repülök, vagy megyek, vagy vezetek, akkor olyan boldogan képzelődöm, és elképzelek dolgokat, dimenziókat, és aztán mindig visszajövök a jelenbe, visszajövök az anyagba. Én szerelmese vagyok az üvegnek. Horváth Márton, még a diplomám előtt is a Horváth Mártonnal többször üvegeztem, és mindig mondta nekem, Mária, amit csinálsz agyagba, vidd át üvegbe. És akkor így. Nem kellett gondolkodni, én nem gondolkodtam sokáig, hanem azt, amit agyakba, hát vittem üvegbe, és nagyon szerettem. Az az igazság, hogy mindig nagyon magasra szoktam tenni a mércét, mindig magasabbra, mint ahogy kéne, vagy mint ahogy lehetséges, mert én úgyis biztatok fiatalokat is, gyermekeket is, hogy nagyon magasra kell tenni, mert az egyre meddig betelik, addig ereszkedik mindig egy kicsit, meg is szoktam mutatni, hogy. És mert azt a föld is húzza egy kicsit lefelé. És mindegy, hogy sikerül, akkor is kap az ember, olyan sokat kap, hogy aztán a végén már nem is számít, hogy hova jutott le a mérce. Én azt gondolom, hogy mindig magasra kell tenni, és úgy is kell hozzáállni, nem csak felteszik a mércét magasra és kész, hanem úgy kell hozzáállni, és ha hittel áll hozzá az ember, akkor a lendülete lesz. Amit látunk, az abból meg kéne tanulni, hogy leszűrni, hogy mi a jó, mi a rossz. Ez nagyon bonyolult, de nagyon-nagyon fontos szerintem. Thank you.